Ez nem egy szokványos istentisztelet. Mert ahol az Úr megjelenik, az sohasem szokványos. Hú, halleluja, sekéria, szíria. Mert ő az Úr. Azt kell tennünk, amit ő akar, amen. Halleluja, sekéria, szíria. Szeretnélek ilyen igében is bátorítani benneteket ma. Mert ő a szerelmeseinek ad eleget, és megelégít bennünket élő vízzel, friss mannával. A mai üzenetünk tulajdonképpen az, hogy Krisztussal nekünk győzelmünk van. Győzelmünk. És az Úr mutassa meg, hogy mi ez az igazi győzelem. A 2 Korintus 2.14-et olvassuk el. Nekem már ki van írva, úgyhogy nem kell kikeresnem, de ha szeretnétek, ki is kereshetitek, hogy lássátok a saját Bibliátokban. 2 Korintus 2.14. Hála pedig Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjeleníti, megjelenti mi általunk. Ő mindenkor diadalra vezet, egy másik fordításban, az egyszerű fordításban ez úgy szerepel. Hálát adok Istennek, aki mindig a diadal menetében Krisztus uralma alatt vezet bennünket. És megint egy másik fordítás szerint, ő mindenkor győzelemre vezet bennünket. Győzelemre. És hogyan? A Krisztusban. A Krisztusban győzelmünk van. Amen. Ha az 1 Korintus 15-öt nézzük meg, az 1 Korintus 15, olvashatnánk végig az 54-től, de az 57-es versben, csak az 57-es verset olvasok, hogy hála Istennek, aki a diadalmat, tehát a győzelmet adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hát olvastuk, hogy Jézus Krisztusban van győzelmünk, és aztán most meg azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus által győzelmünk van. Sokszor úgy gondolkodunk a győzelem definíciójáról, hogy akkor érzem magam győztesnek, ha körülöttem minden szuper és jó, és megoldódik, és mindenképp összeáll. De az igazi győzelem, ami most történt az előbb, az igazi győzelem, mikor az ő akarata megtörténik itt a Földön, úgy, ahogy a mennyben. Amen? Mert az igazi győzelem Jézus Krisztus maga. Itt, ha elolvasnánk végig ezt az igét, az 1 Korintus 15-ben, van egy olyan mondat az új fordítás szerint, az 55-ös vers, azt hiszem, hogy elnyerte a halált, a teljes élet győzelem. A teljes élet győzelem. Elnyerte a halált. És kicsoda ez a győzelem? Jézus Krisztus maga. Ő benne van győzelmünk, ő általa van győzelmünk. De hogyha elolvassuk az 2 Péter 1.3-at, a 2 Péter 1.3 szerint nekünk mindenünk megvan már Jézus Krisztusban, amire csak szükségünk van ahhoz, hogy egy Isten szerinti életet élhessünk itt a Földön. Tehát akkor, ha csak várjuk, és várjuk, és várjuk, hogy majd egyszer eljöjjön ez a győzelem, akkor lehet, hogy csak várunk, és soha nem jön el úgy a győzelem, ahogy ezt mi gondoljuk, vagy mi szeretnénk. Miért? Mert ez a győzelem már eljött. Már itt van. Ez a győzelem Jézus Krisztus maga. És igen, a győzelmet érezzük, amikor megtérnek emberek, amikor jól mennek a dolgok, amikor anyagi áldás van, amikor gyógyulás van, amikor minden más van.
de mikor rájövünk arra, hogy ez mind csak hab a tortán, ez mind csak az a plusz, amit Isten ad, de ha őt, magát keressük, ha Jézus Krisztus az életünk értelme, ha ő az életünk ura, akkor már most győzelmünk van. Halleluja! Mert ő az igazi győzelem. Ha őt megkapod, mindened megvan. Hadd mondjak el nektek egy olyan dolgot, ami történt, nem is olyan túlságosan régen, márciusban volt a születésnapom, és eljött hozzánk egy proféta hölgy, a házunkban megvendégeltük őket, és rám nézett, és azt mondta, tudta, hogy a szülinapom van, és azt mondta, hogy látom Jézust lufikkal a kezében, és jön hozzád egy ajándékkal, és meg fogod látni az elkövetkezendő pár napon belül, hogy ő ad neked egy ajándékot. És annyira boldog voltam, és nem tudtam, hogy mire számítsak. Mert tudjátok, ő nem fizikai ajándékot ad, bár azt is tud adni, azt is tud küldeni bárkin keresztül, de az igazi ajándék ő maga. Amen. De nem lövöm le a poént. Elmondom, hogy mi is történt. Másnap voltunk egy alkalmon, és egy olyan soaking estét tartottunk. A soaking az azt jelenti, hogy áztatás. Tulajdonképpen, amit itt csináltunk az előbb, nagyon hasonló az ázáshoz, az áztatáshoz, mikor Isten jelenlétébe kerülünk, és akár imádattal, akár csak zenével, akár semmi mással, csak itt vagyunk a jelenlétében, és várunk rá. És ahogy várunk rá, ő eljön. És ő megjelenik. Amen. Szóval egy ilyen alkalmon voltam ott Angliában, mert Angliában élünk egyébként, ha valaki nem ismer. És ahogy ott voltam, egy hatalmas, hát nem is olyan hatalmas, de azért elég nagy templomi épület, egy metodista templomban voltunk, és így lefelé vezet a lépcső, olyan kicsit hasonlatos, mint a mozi, és elől van egy oltár. És azt mondta, és voltak emberek, akiket nem ismertem, idegenek voltak, és azt mondta a Szent Szellem, hogy jöjj előre az oltárhoz, és állj meg egyenesen ott előtte. És még egy kicsit kellemetlenül éreztem magam, hogy hát, Uram, most mindenki rám fog nézni, most felhívom magamra a figyelmet, és csak néznek rám, hogy mit csinál ez a lány ott, hogy csak úgy előre megy, miközben mindenki áhítatban csak keresi az Urat. De egyszerűen abban a pillanatban az volt bennem, ha nem teszem meg, akkor valamit kihagyok. És tudjátok, néha kér az Úr tőlünk olyan dolgokat, hogy legyünk engedelmesek. Csak például voltunk egy gyülekezetben, és az egész gyülekezetben úgy dicsérték az Urat, hogy így álltak. És senki meg nem moccant. És azt mondta a Szent Szellem, menj előre és táncolj! És azt mondta, Uram, biztos vagy te ebben? De tudjátok, amikor kizárod magadból azt, hogy engem lehet, hogy hülyének néznek, bocsánat a kifejezését, akkor mondok inkább más, lehet, hogy bolondnak néznek, lehet, hogy azt gondolják, hogy mit képzel magáról, mit ugrabugrál itt elől. De tudjátok, el kellett egyszer dönteni, hogy vagy embereknek kedveskedünk, vagy az Úrnak felelünk meg. De ha Istennek akarunk megfelelni, és neki engedelmeskedünk bármikor, bármilyen körülmény között, ő mindig jön és megáll. És ezzel az alkalommal, hogy előre mentem és elkezdtem táncolni, egyszerűen úgy betüzesedett az egész gyülekezet, hogy aztán már mindenki táncol, és körtáncot jártunk az egész alkalmon, és akkor a tűz volt, és olyan jó volt ez ebben meglátni, hogyha engedelmeskedünk az Úrnak, ő mindig megáll bennünket. Halleluja. Azért is elnézést kérek, hogy leveszem a cipőm, és sokszor mezitláb vagyok. De tudjátok, amikor érzem angyaloknak a jelenlétét, akkor annyira betüzesednek a lábaim, hogy nem bírják a hőt. Érzem a tüzet a lábaimban, a kezeimben. Ezek olyan manifestációk, amiket az Úr adott. Ez is segít abban, hogy tudom, hogy amikről itt szó esik, az nagyon kedves az Úrnak, mert elküldi az ő angyalait állnál, és szolgál felénk most ebben a pillanatban. Szóval visszatérve arra,
az esetre, amikor megálltam, előre mentem, nem néztem senkit, becsuktam a szememet, bárki is néz, most én csak előre nézek, és megyek az oltárhoz, és megálltam az oltár előtt így, és csak vártam az Urat. És abban a pillanatban azt éreztem, hogy a testemből megy ki az erő, és nem bírok megállni az Úr jelenlétében. És egyszerűen csak így elfolyok, szó szerint, és így lefolytam a földre, szó szerint. De abban a pillanatban megállt előttem Jézus. Csak egy pillanatra, de megállt előttem, ennyire közel volt hozzá. És ott feküdt el, nem tudom meddig, mert egyszerűen nem tudtam felállni sem a jelenlétében. Tudjátok, ami a testünk, a földi testünk egyszerűen nem képes elhordozni Isten dicsőségének azt a jelenlétét, ami tehát a testünk túl gyenge ahhoz. Isten dicsőségében, amikor benne vagyunk, elgyengülünk, de a szellemünk nagyon is él, és nagyon is erős. Egy pillanatra láttam csak őt, és aztán ott feküdtem, és gondoltam magamban, hát akkor egy jót szókingolok. Akkor itt fekszem az Úr jelenlétében, ha már úgysem bírok felállni. És ahogy ott feküdtem, megint egy pillanatra azt éreztem, pedig lefelé néztem, és azt éreztem, hogy jobb kéz felől, innen föntről a Júda oroszlánya jelent meg. Nem láttam az ő testét, de két gyönyörű, zafír kék szempár, ragyogó kék szempár, ahogy egyenesen a szemembe nézett, és azt éreztem, hogy éget belül, éget. És aztán eltűnt, és ment tovább az este, de azt éreztem, mintha meg lennék részegedve az Úr jelenlététől. Nem tudom, éreztétek-e már valaha is Isten jelenlétében úgy magatokat, hogy én soha nem voltam még igaziból részeg, de el tudom képzelni, hogy milyen lett, mert az Úr jelenlétében már nagyon sokszor voltam. És nem nevettem, és nem történt semmi ilyesmi, hanem egyszerűen csak azt éreztem, hogy olyan, mintha lebegnék. Úgy járok, kellek, mintha lebegne a testem, mintha nem is érné a földet a lábam. Körülbelül egy ilyen érzés. És aztán másnap, ment az egész nap, és este vagy délután körül azt éreztem, hogy az Úr hív, hogy csak imádjam őt. És egyszerűen elkezdtem őt imádni, és ahogy imádtam, megint ugyanaz az érzés. Azt éreztem, hogy folyik le a testem, nem bír megállni, és nem tudok megállni az Úr jelenlétében. És abban a pillanatban megjelent előttem. Csak egy pillanatra ismét. És aztán eltűnt, de az ő jelenléte ott maradt, és akkora volt a jelenléte, hogy megint egy két óráig nem bírtam felállni. És jött a harmadik nap, és annyira elfoglalt voltam, annyi mindent kellett csinálnom, tettem, vettem, és körülbelül éjfélkor végeztem minden munkámmal, már a fiúk, ő a nagyfiam Dávid, aki nem sokára fog majd hozzátok szólni, és a férjem Csaba, aki most Angliában van, és nem tudott itt lenni, de Istennek hatalmas embere, ők már fönt aludtak éppen, és gondoltam, hogy én is megyek, lefekszem, mert annyira elfáradtam, és hallottam, hogy szól hozzám a Szent Szellem. És kedves hangon csak annyit kérdezett, maradnál még itt velem? Abban a pillanatban, ahogy meghallottam a hangját, mindent eldobtam magamtól, és azt mondtam, uram, persze, itt vagyok, ne haragudj, hogy nem is gondoltam erre, hogy téged keresselek. Csak annyira el voltam foglalva saját magam ügyével, gondolataival és munkáival, és azzal, hogy mennyire fáradt vagyok, és megyek, lefekszem aludni, de itt vagyok most, uram, mit akarsz cselekedni? És egyszerűen csak azt éreztem, hogy jön a Szent Szellem, és elkezdem őt imádni. És jön az imádat szelleme, és ahogy imádom és imádom, egyszerűen csak mondtam ki neki a szerelmes szavakat, hogy mit érzek irántad, Jézus. És hogy kinyitottam a szemem, ott állt előttem. Akkor egy picit erősebb volt már a testem, mert már amikor kezdesz hozzászokni egy kicsit az Úr jelenlétéhez, már egy picit erős, de mégsem bírtam megállni. Hogy leborultam az Úr előtt, és csak néztem őt, de azt éreztem, hogy figyel, és akarja hallani azokat a szavakat, amiket ki kell, hogy mondja. Akarja hallani, hogy nekem mit jelent ő. Akarja hallani is, bár tudja jól, mert ismeri a szívünket, mégis az az érzésem volt, hogy azt akarja, hogy mondd ki, mit érzel irántam, mennyire szeretsz engem.
És ahogy mondtam, egyszerűen így azt éreztem, hogy hopp, hát olyan sokat beszélek, hát a királyok királya itt van előttem, biztos ő is akar nekem mondani valamit. Egy nagyon fura, különös érzés. És gyorsan befogtam a szám, és mondtam, hogy de hát uram, hát te itt vagy, mit akarsz nekem mondani? Te mit akarsz nekem mondani? És ahogy így rám nézett, egy olyan dolgot mondott, kérd tőlem a nemzeteket, és megadom neked. De aztán mondott egy nagyon különös dolgot. Egyenesen a szemembe nézett, és azt mondta, kérhetsz tőlem bármit, és megadom neked. És tudjátok, amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor minden, ami történik velünk, amikor Istennek egy ilyen jelenlétében vagyunk, minden, ami történik velünk, az természet fölötti. Azt nem mi irányítjuk. Semmit nem én irányítottam. Egyszerűen a Szent Szellem leszállt rám hatalmas erővel, és olyan bátorság lett bennem, hogy én meglepődtem saját magamon, mert ezt nem én csináltam. És ezzel a bátorsággal mondtam, hogy hát uram, te jól ismersz engem, pontosan tudod, hogy milyen vagyok, és tudod, hogy én milyen vad vagyok, és ha nekem azt mondod, hogy bármit kérhetek, akkor nekem minden kell. És elkezdtem sorolni neki, hogy uram, én azt akarom, hogy ez is meglegyen nekem, ez a gyógyító kenet, az a szabadító kenet, és legyek olyan, mint Smith Wigglesworth, és legyek olyan, mint Catherine Kuhlman, és legyen rajtam az ő palástjuk, és akkor így kiállok, és akkor hirdetem a te igédet, és leszáll a te jelenlét, és elkezdtem neki sorolni. És higgyétek el, megint csak az Úr jelenlétében, tudjátok, ő irányítja az eseményeket. Egyszerűen leszállt rám a Szent Szellem, és nem szégyenérzet az, amit éreztem, nem ez a jó szó rá, de hirtelen egy olyan ismeret jött hozzám, annak a megismerése, vagy felismerése, hogy aki ott áll előttem, ő a minden. Ő benne van minden, amire valaha is csak vágytam. Amit valaha kértem volna, hirtelen lepergett előttem, hogy hát Catherine Kuhlman is az övé. És ő benne van. Hát Smith Wigglesworth, ezek az emberek, hát az ajándékokat ő adja. Hát a kenet tőle van, ő maga a kenet. Hát mit akarok én mást, ha nem őt magát? Értitek? Ő benne van minden. Annak a felfedezése, kijelentés módján, hogy aki ott áll előttem, nekem ő kell csak. Mert ha ő nekem megvan, akkor minden megvan. Minden ezen a világon, bármire is legyen szükségem. És tudjátok, mi történt? Azt mondtam az Úrnak, Uram, lehet olyat csinálni, hogy visszavonok minden előző mondatomat. És tudjátok, hogy Istennél teljes szabadság van. Ő ezt is tudta jól előre, hogy ezt fogom neki mondani, és nem szólt egy szót se. Hallgatás, beleegyezés. Nem mond sokat az Úr egyébként, de amit mond, annak jelentősége van. És egyszerűen csak azt mondtam, hogy Jézus, én azt kérem tőled, hogy olyan módon légy bennem, és én olyan módon legyek benned, ne csak érezzem és tudjam, hanem te légy az, aki rajtam keresztül beszélsz. Te légy az, aki szemeimen átnézel. Te légy az, aki a kezeimen át megérinted az embereket. Vedd át a teljes irányítást. Jézus, azt akarom, hogy téged magad felvegyelek, mint palástod. Azt akarom, hogy te legyél az egyetlen palástom. Azt akarom, hogy te legyél bennem a minden. A minden a mindenekben. Minden a mindenekben. És tudjátok, mit tett Jézus? Csak rám nézett, mosolygott egyet, mintha bólintott volna, és eltűnt. Halleluja! És ez még nem minden. Néhány hónappal később voltunk egy konferencián, és egyszerűen elragadott az Úr, mert tudjátok, sokan hallottátok a bizonyságomat, amikor arról beszéltem, hogy Isten elragadott olyan szinten, hogy ott voltam az Atya szívében,
és az Atya szívében lenni. Sokan kérdezik, hogy kerülsz oda. Tudod, ha te egyszer jársz valahol, az a hely kezd ismerőssé válni. Így van? Te nagyon jól tudod, hogy néz ki az otthonod. Tudod jól, magad elé tudod képzelni, hogy benyitsz az ajtón, és mindent, amit látsz. Most, ha Isten egyszer csak megnyitja a szemed, és látod a mennyet, ez is ilyen. És az Atya szívében lenni számomra az a hely, ahova mindig vágyakozom. Minden egyes pillanatomban, a nap 24 órájában ott akarok lenni. És abban a pillanatban, én le se kell csuknom a szemem, látom, hogy ott vagyok. És azt mondtam csak az Úrnak ekkor, hogy Uram, itt vagyok a te szívedben, vigyél engem tovább, mutass nekem megint új dolgokat. És azt láttam, hogy Jézus elém lépett, és megláttam őt. És egy nagyon különös dolog történt, mert az történt, hogy belenyúlt a saját szívébe, és tudjátok, neki nem olyan szíve van, mint nekünk, mert ő szellemi lény, de mégis láttam a szívét valószínűleg csak azért, hogy megmutassa, hogy neki van szíve, hogy én láthassam. Belenyúlt a saját szívébe, fogta, kivette azt, és beletette az enyémbe, az én szívembe. És abban a pillanatban már kívülről láttam magam, és azt láttam, mint ahogy egy piros szív alakú forma, ott van a szíve körül, az én szívem körül az ő szíve. És az ő szíve nagyobb, mint az enyém, de az enyém ott dobog benne, az ő szívében. És pontosan ezt az igét mondta az Úr a János 15-ből. Ha elolvassátok a János 15-öt, nagyon sok helyen beszél a szőlőtőről és a szőlőveszőkről. És azt mondja, maradjatok én bennem, és én pedig ti bennetek maradok. Pontosan ezt az igét jutatta eszembe. Ezt jelenti az, hogy te benne vagy Jézusban, mert benne vagy, ő benne, de ő benned is ott van. És a szíved körül ott van az ő szíve. Abban a pillanatban, hogy befogadtad őt a te szívedbe, és életed uraként behívtad őt, és felhatalmaztad, feljogosítottad arra, hogy azt tegyen veled, amit csak ő akar, az ő szíved dobog a te szívedbe. Elhiszed ezt, testvére? Halleluja! Ezek a dolgok a lényeg, és nem is erre akarok fókuszálni, mert nem ez a lényeg, ő maga a lényeg. Azért osztottam meg veletek ezeket a dolgokat, mert az én életem teljesen megváltozott ezek által. Mert valóság lett az, amiről olvasok. Az, hogy ő bennem van, és én pedig ő benne. És tudjátok, hányszor meg hányszor kerültem olyan helyzetbe már azóta is, akár veszélyhelyzetben, vagy bármilyen olyan helyzetben, amikor lett volna mitől félnem, lett volna mitől megijednem. Hát az ellenség támad, és hát ez a dolga. Ő támadni is fog. De bennem nincs semmije. Amen. Mert bennem Jézus Krisztus él, és nem csak, hogy él, hanem látom is, ahogy ott van az én szívem körül az ő szíve, és azért mondtam el neked ezt, hogy te is lásd. Mert ez nem csak nekem adatod, ő ezt mindnyájunknak megadta. Lehet, hogy te nem láttad így, ahogy én láttam. És lehet, hogy fogod látni, ha ő akarja. Ez az ő szuverenitása is valamilyen szinten. Mert én nem kértem ezt. Egyszerűen csak annyit mondtam, hogy a tiéd vagyok. És azt akarom, hogy rejts el engem magadban. Ahogy a 91-es Zsoltárban azt mondja, hogy elrejt az Úr saját magában. És ő csak megmutatta, hogy milyen az, mikor elrejt magában. Amen? De tudjátok mit? A győzelem. Az igazi győzelem, mikor tudod azt, hogy ő mindig benned van. Mikor tudod azt, hogy bármikor bármi történik veled, ő benned él, ő ott van a szívedben. És az ő szíve a te szíved körül van. Halleluja! Ez az igazi győzelem, amikor ezt mindig tudom. És tudod, van egy olyan ige a Timóteus levélben, hogy nem láthatja meg ember élve Istent.
És ahogy kérdeztem az Urat, hogy Uram, hát én láttalak téged, akkor hogy is van most ez az ige? És pontosan azokhoz az igékhez vezetett az Úr, amiből azt mutatta meg, hogy ténylegesen meg kell halnunk. Meg kell halnunk önmagunk számára. Meg kell halnunk a testi énünknek. Meg kell halnunk a bűnös természetünknek, hogy feltámadjon a Krisztus. És hogy néhány igét is mondjak, nehogy valaki megkövezzen, hogy nem az igéből beszéltem. A Máté 10.39 azt mondja, aki megtalálja az ő életét, elveszti azt. És aki elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Ez, amit most elmondtam nektek átélést, csak akkor lehetséges, és csak akkor valósulhat meg, ha nem két én, ha nem két ego él bennem, csak egy, és az Jézus Krisztus. Halleluja! Ha az ő szíve mindig körülötte van az én szívem körül. Mert abban a pillanatban, hogy az ego, az én, az, hogy én mit akarok, hogy az én vágyam mi, ha az kerül följebb, akkor nem biztos, hogy az ő szíve lesz kívül. Értitek? Meg kell halnunk. De ez a meghalás sokkal könnyebb, mint gondolnánk. Egyszerűen csak feladni mindent. Feladni azokat a vágyakat, azokat az értékeket, amikért sokáig éltük az életünket. El kellett, hogy jussunk erre a pontra, hogy azt mondom, Uram, ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. És ha te ezt vagy azt akarod, akkor én megteszem. Tudjátok, nem egy kellemes érzés az énem számára, hogy fölteszek bizonyságokat, mert az Úr kér rá, és jönnek az e-mailek, és jönnek a bántások, pásztoroktól, vezetőktől, mindenféle fajta emberektől. Nem egy kellemes érzés az énnek. De amikor eldöntöttem, hogy Uram, ha ezt akarod, bántson, aki csak akar. Úgyis téged bánt, nem engem. Mert élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amen. És legyen bárhogy, történjen bármi az életemmel, engem megfeszíthetnek, engem megölhetnek, velem tehetnek bármit, megégethetik a testemet, bármit tehetnek, és lehet meg is teszik sokunkkal, hiszen az utolsó időkben élünk, és lehet, hogy jönnek olyan idők, mikor üldöztetésben lesz részünk, mikor oda szögezik a pisztolyt a fejükhöz, és azt mondják, ha megtagadott Krisztust életben hagyunk, de ha nem, akkor most találkozni fogsz vele. Melyiket választod? Ha kedvesebb a saját életed annál, hogy ő éljen benned. Érted? Halleluja! Galata 2.20 azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érte. Meg akarod tapasztalni a mennyet? Akarsz ott állni vele szemtől szemben? Halleluja! Tudod, hogy ő sokkal jobban akarja, mint te? Ő sokkal jobban vágyik arra, hogy meglásd őt, mint te. De azt mondta, ne válasszon el semmit tőle. Váljunk meg azoktól a dolgoktól, amik úgyis megégnek egy nap. El kellett, hogy döntsük, hogy akármit is érzünk a testünkben, akármit is gondolunk és érzékelünk. Lehet, hogy nem lesz egy vasam se. Lehet, hogy nem lesz mit ennem. De akkor is azt teszem, amit ő mond. És tudod, hogy ő hűséges. Ő mindig hűséges. Nem hagy árvákul. Megpróbál. Megpróbál. És átvisz a megpróbáltatások vizén nagyon sokszor bennünket. És nagyon sokszor úgy érezzük, mintha egyedül lennénk, mintha elhagyott volna, mintha elvette volna a kezét, az áldó kezét rólunk. De tudod azt, hogy ő soha nem megy el. Ő soha nem hagy magadra téged. És az áldó kezét soha nem veszi le rólad. Csak időnként
azt mondja, hogy most már azt akarom, hogy nőj. Azt akarom, hogy lépj a következő szintre. És általában, amikor jön egy próba, jön egy megpróbáltatás, jön egy nehézség, akkor a hitünket megpróbálja. Most is szeretsz engem? Most is fontos vagyok neked? Vagy csak addig, amíg minden jó? Most is kész vagy magadért meghalni? Vagy csak addig, amíg érzed a jelenlétem? Patricia Kingről nem tudom, hallottatok-e? Amerikában egy fantasztikus szolgája az Úrnak, és nagyon sok fantasztikus más emberekkel készít riportot. És ő tapasztalta meg azt, hogy egy vagy két éven keresztül, nem emlékszem egész pontosan, de egy vagy két éven keresztül nem érezte Isten jelenlétét. Azt mondta neki az Úr, hogy elveszem tőled az érzést azért, hogy akkor is tud, hogy ott vagyok, mikor egyáltalán nem érzed. És elment egy olyan helyre Afrikába szolgálni, semmit nem érzett, és imádkozott a betegekért, és az egyiknek kinőtt a keze, a másiknak kinőtt a lába, a harmadik meggyógyult rákos daganatból, a negyediknek a saját szeme láttára a szeme kinőtt, és ilyen csodák történtek. És azt mondta, hát én nem érzek semmit. Azt se érzem, hogy itt van Isten közöttünk. És így gyógyulnak a betegek. És tudjátok, Isten királysága nem érzésekből áll. És ezt meg kell tanulnunk, hogy az ő igazsága akkor is áll, ha nem úgy érezzük, ha nem úgy látjuk, ha nem úgy gondoljuk. És lehet nem érzed minden nap, lehet nem érzed minden pillanatban, hogy Jézus ott van veled, de ha tudod, mert Isten igéje elmondja nagyon sok helyen, írja a Máté 28-ban, a legutolsó versében, Zsidó 13-ban, azt hiszem, mi azt mondja, hogy soha el nem hagy. Soha el nem távozik tőled, ő mindig veled van. Ha te ráállsz erre az igére, érzed vagy sem, de tudod, hogy ő veled van, akkor azt is tudod, hogy mindig meghallgat, azt is tudod, hogy mindig lát, és mindig ért téged. Amen. Halleluja. A Filippi levelet olvashatnánk, de mivel nincs olyan nagyon sok időnk már, kettőig vagyunk? Azt hittem, egyik vagyunk. Akkor jó. Akkor a Filippi levélből olvasunk egy kicsit. Filippi 1.29 azt mondja, hogy nektek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is érte. Kegyelem. Tart még a kegyelem, és a szívem örül. És az ő kegyelme, nem csak, hogy higgyünk benne, hanem, hogy szenvedhetünk is érte. Tudjátok, mikor Pál ott volt a tanítványokkal együtt, és Pált megkövezték, aztán fölállt, és ment tovább. Megmarta a kígyó, lerázta magáról, és ment tovább. Hajótörést szenvedett, és aztán valahogy kievickélt a vízből, és ment tovább, mert azt mondta, Krisztusért szenvedhetek. Ez az Úr kegyelme, előléptetést kaptam. Már nem csak hihetek benne, hanem már olyan nagy lehetek Krisztusban, hogy már szenvedhetek is érte. Halleluja! Ha már szenvedhetek is érte, és amikor téged bánt bárki, tud az, hogy az ő szeme fénye vagy. Ha téged bánt, őt bántja. De ha te bántasz valakit, te is az ő szeme fényét bántod. Ezért szeressük egymást Krisztusban. Amen? Amen. És ha tovább olvassuk a Filippi levelet, látjuk azt, hogy Jézus Krisztus mennyire volt engedelmes. Azt mondja az ige, hogy egészen a kereszt halálig. De ez nem csak ennyi. Ha olvassuk tovább Filippi 2.2, hogyha valaki fölírja az igéket, Filippi 2.2-től egészen a 11-es versig, az időrövidsége miatt csak idézem az igét, és nem olvasnám fel az egészet, de azt mondja, hogy ő nem számította, nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem letette az ő dicsőségét, önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, és engedelmes volt egészen a halálig. De itt még mindig nem áll meg az ige. Azt mondja, hogy Isten
jutalmul olyan nevet adott neki, mely minden név fölött való. És jutalmul azt mondja, hogy minden nyelv vallja, hogy ő az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Testvérem, ha bármit áldozol az életedből azért, hogy őt megnyerd, mint ahogy Pál mondta, minden szemétnek és kárnak ítélek. Minden. Pálnak lett volna mire dicsekednie. Nem csak, hogy zsidó volt, római is volt, nem akármilyen neveltetésben volt része, ismerte az írásokat. Gamáliel lábainál tanult, aki nem akárki volt abban az időben, és azt mondja, minden, szemétnek és kárnak ítélek. Ha kell, kidobhatom az ablakon a diplomáimat, kidobhatom az ablakon a gazdagságot, az egészséget, bármit, mindent szemétnek és kárnak ítélek, csak hogy megnyerjem a Krisztust. Csak hogy ő legyen velem, mert ha ő velem van, mindenem megvan. Mert ő benne van minden. Amen. És Isten megjutalmazta őt, és azt mondja neked is ma az Úr, bármit, amit ő érte teszel, bármit, amit ő érte leteszel, bármikor szenvedsz ő érte, bármiben, ő megjutalmaz érte. Halleluja, és nem hagy téged jutalom nélkül, és ezt olvashatjuk a János 12:25-26-ban, az egyszerű fordítás szerint olvasom. Aki ragaszkodik lelkéhez, vagyis az életéhez, az el fogja veszíteni. Aki pedig kész feladni a lelkét, vagyis az életét ezen a világon, az megtartja azt az örök életre. Aki nekem szolgál, engem kövessen. Akkor, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is velem. Aki pedig engem szolgál, az megbecsüli az Atya. Halleluja! Ha te kész vagy a saját életeded, és most nem a fizikai életedre gondolok, hanem arról az életedre, ami az önző élet, amiben azt akarjuk, hogy csak nekünk legyen jó, és Uram, add meg, áldj meg, amen! Ha ehhez ragaszkodsz minden áron, ha csak azért jössz, mert Uram, adj nekem valamit, áldj meg engem anyagilag, áldj meg engem, és gyógyíts meg a testemet. Tudod, ez mind-mind csak ráadás, és az Úr ezt mind meg akarja adni. Hiszen pont azt mondja a Máté 6-ban, keressétek először Isten királyságát, az ő igazságát, és minden egyéb ráadásként megadatik nektek, mert jól tudja az én mennyei Atyám, hogy mire van szükségetek, és ő egy jó édesapa, és ő gondoskodni akar rólunk, és ő mindent meg akar nekünk adni, de most a hangsúly azon van, hogy vajon mi készek vagyunk odaadni neki mindent? Vajon mi készen állunk arra, hogy föladjunk bármit, amit kér tőlünk? És tudod, ő nem kér sokat. Csak az életedet. Ő nem kér sokat. Csak hogy hallgass rá, csak hogy figyelj rá, és engedelmeskedj neki. Mindenben és bármiben. Tudod, hogy nem kér nagy dolgokat az Úr. Icipicike kis dolgokat. Olyan dolgokat, hogy menj oda ahhoz az emberhez, és csak öleld el, csak mosolyog rá egyet, csak mondd azt neki, hogy szeretem. És ennyi, és már ezért óriási jutalmad van a mennyben, mert engedelmeskedtél. Érted? Isten nem kér olyan hatalmas dolgokat tőlünk, icipicike kis dolgokat. Aztán már, hogyha már olyan közösségben vagyunk vele, és olyan kapcsolatban, amikor már küldeni is tud bennünket a szolgálatba, akkor persze már nagyobb dolgokat is kérhet, de tudja azt, hogy azért kérhet ilyet, mert megteheti. Amen? Mert tudja, hogy úgy is engedelmeskedni fogsz. Halleluja! Azt mondja az Efézus 2:6, együtt támadtunk fel Krisztussal, és vele együtt ültettünk mennyei helyekre. Az 1 Korintus 6:17 azt mondja, aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Halleluja!
akarsz egyesülni az Úrralma, akarod átélni azt, ahogy ő benned van, hogy ő legyen az, aki használja a te testedet, mert tudod, ő szellem. És egyszer azt mondta nekem, mivel én szellem vagyok, nekem szükségem van egy fizikai testre, akin keresztül el tudom látni azt a feladatot, amit én akarok. És egyszer voltam egy helyen, és arra indította az Úr, hogy csak szeressem az övéit, csak öleljem át őket. És tudjátok, mit mondott az Úr? Azt mondta, köszönöm. Köszönöm, hogy átöleled őket nekem. Köszönöm, hogy használhatom a testedet, hogy a te testedet át én ölelhessem, én érinthessem meg, én beszélhessek hozzájuk, én nézhessek rájuk. És pontosan azt mondta, amiért hónapokkal ezelőtt imádkoztam és kértem tőle, hogy hadd lehessek annyira egy veled, hogy te ezt tedd meg bennem és általam. És amikor ezt nekem megköszönte, egyszerűen azt éreztem, hogy valóra vált. Valóra vált, beteljesedett az én kérésem, mert ő maga alátámasztja, hogy ez megtörtént, és történik folyamatosan, és nem vagyok én sem tökéletes, mint ahogy egyikünk sem. De nincs más vágy a szívemben, csak hogy ő legyen az Uram. Őt hordozzam magamban, bárhová megyek, és aztán megengedjem neki, hogy amit ő akar, azt tegye meg. Nincsenek már nagy ambícióim. Az, hogy ez vagy az vagy amaz legyen, amit én lássak meg, megtörténni. Tudjátok miért? Mert az a tökéletes mindig, amit ő akar. A menny, amikor összecsatlakozik a földdel, amikor azt mondja az ige maga, Máté 6:10-ben, Jézus maga azért imádkozott, hogy a te akaratod legyen meg a mennyben úgy, ahogy a mennyben van, úgy legyen meg itt a földön is. Amen? És én nem vágyom már másra, csak erre. És ha te is csak erre vágysz, testvérem, akkor álljunk most föl. És utána még majd Dávid is fog szólni hozzátok, de álljunk most föl, mert itt van Isten szelleme. És tudod, hogy nem kell, hogy imádkozzam érted kézrátétellel, ahhoz, hogy ezt megkap. Mert benned ő ugyanúgy ott van. Érted? Ugyanaz a Jézus Krisztus, akivel én találkoztam. Ugyanaz a Jézus Krisztus, aki engem megérintett, aki az én szívembe költözött, ugyanaz a Jézus Krisztus van most ott veled. Ugyanaz a Jézus van benned. Halleluja! A te szívedben ott van az ő szíve, s nyújtsd ki most felé a kezed, s mondd azt neki, jöjj Uram, jöjj az én szívembe, várok rá. Áldozatok ott az oltáron, hadd ajánljuk föl magunkat neked, hogy többé ne az, amit én akarok, hanem a te akaratod legyen meg, mert ez az igazi győzelem. Mert te diadalomra vezetsz, győzelemre vezetsz minden nap, minden nap. Mikor tudom és tudom és tudom, hogy te bennem élsz, te bennem élsz, te bennem vagy, és én benned vagyok, és egyet lettünk már. Többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mert rabszolgád lettem.
mondd el most neki a szívedből, ha így is érzed. Ő nem kényszerít semmire sem. Nincsen semmi baj. Ha nem ezt érzed most, ha még nem állsz erre készen, ő nem vádol, ő soha nem kárhozta. Ő mindig szeretettel kér csak. És ha te akarod őt, ő most itt van. Mondd el neki mindezt, ami most a szívedben van, mindezt, amit most érzel iránta. Most tesz meg. Uram, te vagy a megváltó. Téged hívlak most az én szívemben. És kérd most tőle, mert aki kér, az mind kap. Halleluja! Kérd tőle, Jézus, gyógyítsd meg a testem. Mondd el neki, ha szükséged van gyógyulással, vagy ha szükséged van a lelkednek gyógyulással, kérd, Jézus, gyógyítsd meg az én lelkem. Kérd tőle. Amire csak szükséged van. Mert jön az áttörés. Jön az áttörés. Én most itt vagyok. Ó, én Uram. Csak benned bízunk és remélünk, csak téged áll.